Egy nagyon, okos, egy nagyon okos történész a berlini fal levonlása kapcsán azt mondta, hogy ha az emberek tudták volna, hogy a fal le fog bomlani, akkor nem bomlott volna le. Ugyanis akkor senki nem ment volna oda. Mindenki arra várt volna, hogy majd magától lebomlik az a fal, vagy valaki más majd oda megy. Én azt szeretném kérni tőletek, hogy ti ne várjatok másra. Én azt szeretném kérni tőletek, hogy ti ne adjátok föl. Én azt szeretném kérni tőletek, hogy mondjátok el minden barátotoknak, minden ismerősötöknek, minden rokonotoknak, hogy a változás szövetsége létrejött, és ehhez a szövetséghez bárki csatlakozhat. Mondjátok el nekik, hogy a változás már itt kopogtat az ajtójukon. És mondjátok el nekik, hogy ne higgyenek azoknak a hamis profétáknak, akik azt mondják, hogy 2018-ban nem lehet győzni. Ők csak alibit keresnek ahhoz, hogy a könnyebbik úton járnak a helyes út helyett. Mondjátok el nekik, hogy nincs még négy évünk. Ahogy Ági is mondta, annak a nőnek sincs négy éve még arra műtésre, műtétre. Nekünk sincs még négy évünk. Mondjátok el, hogy most kell cselekedni. Hogy most kell a sarkunkra állni. Hogy most kell talpra állni. Most, mert lehet, hogy később, már tényleg késő lesz. Én arra szeretnék titeket kérni, hogy mutassátok meg az országnak, hogy ti a sarkatokra álltok. Arra titeket, hogy álljatok föl. Álljatok föl, arra kérek titeket, hogy mondjátok velem azt a verset, amit annyira jól ismerünk Petőfitől, és amit az egész kampányban mindig el kell mondanunk. Mondjátok velem azt, hogy talpra magyar, híja haza, itt az idő, most vagy soha. Köszönöm szépen.